A pártoknak a programját, ha jobban belegondolunk, <laughs> akkor furcsa, de a leginkább a, valahol a szórólapjaikon keresztül tudjuk megismerni. És aztán azt gondoltam, hogy tulajdonképpen itt kvázi a választás zárására, hát akkor nézzük meg azt a három szórólapot, ami itt Bicskén velem szembe jött. Ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen Budapesttől 30 kilométerre vagyunk, és érdemes megnézni azt, hogy mik azok a pártok, amik jelen vannak, és mik azok a pártok, amik pedig nincsenek jelen. És alapvetően arra gondoltam, hogy akkor csinálok egy videót, miért is ne menjünk keresztül az egészen. Nézzük meg azt, hogy mi van a Tisza párt szórólapján, nézzük meg azt, hogy a mi hazánk mit ír a szórólapjára, és nézzük meg azt, hogy az MKKP-nak a kis egyébként ilyen dizájnos kis prospektusán mi van, vajon ezek a pártok, ezek mit szeretnének láttatni magukról, mi az, amivel egyet lehet érteni, és mi az, amivel pedig nem. Ugye egyébként, hogyha ezeket összevetjük, ezeket az egyes szórólapokat, azért is érdekes, mert ugye van, aki országos kérdéseket rak rá, van, aki pedig helyit. És szerintem ez is egy érdekes ilyen kampánystratégia, hogy oké, okay, európai parlamenti választás van, de vajon mi a végső cél? Még előtte viszont itt is szeretném megköszönni a közös közösségének, hogy megszervezte ezt a kis mini-rezervátum találkozót. Nagyon-nagyon jó volt, szerintem jó hangulatú is volt. Bicskén, amúgy, ugye, ha a plakátokat nézzük, akkor a két farkuak a legaktívabbak, tehát az MKKP a Fidesz a másik, tehát hogy a Fidesz az persze, hát oké, tele van minden velük, e, és a többiek azért az úgy le vannak maradva, e, van még pár plakát a helyi Momentumos fiútól, és újabban kikerült, tehát nagyjából a választás előtt maximum egy héttel, vagy valahogyan így pár plakát, ugye a, a Dobrev-Kunhalmi, e, karácsony vonalról, tehát, hogy viszonylag későn, jó? Tehát, hogy mondjuk plakát szinten nagyjából itt Bicskén ezt látjuk, a többi pártból szinte nem lehet látni semmit, vagy vagy alig, jó? Egyébként Orbán Viktor is volt itt kampányolni, ugye a, a Bicskének a, a romák lakta részében, a Péron kampányolt, és alapvetően tök érdekes, hogy nem a helyi fideszesekkel, illetve a polgármesterrel, aki szintén fideses, hanem a, a helyi romák egy érdekképviseleti szervezetével kampányol. Ho -ho. Kezdjük akkor az elején. Ugye az első szórólap, amit kaptam, az itt van, ugye alapvetően itt látjátok, Tiszapárt, és be fogom szkennelni ezt a szórólapot, tehát azt, hogy, hogy ők mit terveznek, ugye a Magyar Péter van az egyik oldalán, és a másik oldalán pedig 12 pont amiről azt gondoltam, hogy érdemes beszélgetni. Ugye azzal kezdődik, hogy dolgozzunk közösen egy békés, független, demokratikus, élhető és európai Magyarországért. Valljuk be, azért végül is ez szerintem úgy nagyjából rendben van, tehát hogy azt gondolom, hogy ezzel azért elég sokan vagyunk, akik egyetértünk. És akkor menjünk szépen végig rajta. Tehát azt mondja, hogy hazahozzuk a kormányzati korrupció miatt befagyasztott ezer milliárdos uniós támogatásokat, Első pont, hát ez szerintem egy érdekes pont. Magyar Péter itt azért sok minden nyilatkozott, tehát hogy, hogy mennyire jogos, mennyire jogtalan az uniós támogatások befagyasztása, vagy mennyire kettős mérce, mennyire nem. Ezek egy részével azért én sem értek feltétlenül egyet, vagy én legalábbis nem értek feltétlenül egyet, de az tény, hogy, hogy mondjuk a korrupciót valamilyen szinten felszámolni az lényeges. Azt látom egyébként, hogy van ez a kritika, hogy vajon az unió, amikor kritizálta Magyarországot, akkor mennyire lényegi elemeket kritizált. Szerintem egyébként lényeges a bírósági szervezetrendszer vonatkozó kritika is, tehát nevezetesen, hogy a bírók bíróságnál ugye az ügyeket, azokat úgy osztják el, ahogy, és akkor ez így ilyen vitatható bírósági ügyeket is jelent már már Magyarországon. Tehát szerintem ez is azért lényeges, én nem bagatelizálnám el, de értem egyébként azt, amit Magyar Péter mond, hogy itt ugye ilyen szervezett korrupció van, és ezt kell felszámolni. E, és mint olyan, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem végül is ez az első ponttal nincsen bajom. Igen, föl kell számolni a korrupciót, és csak ugyanakkor ezeket a támogatásokat, amik még mindig be vannak, fagyasztva megkaphatja Magyarország. Tehát alapvetően ez oké. Okay. Azt mondja, visszaadjuk a tanári pálya megbecsültségét, az oktatás szabadságát és a szabad tankönyvválasztás jogát, a közétkeztetést európai színvonalúvá tesszük. Oké, okay? tehát ezzel megint alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek. Én azt láttam, hogy Ugye a közoktatásban is extrém központosítás zajlott, tehát ugye ez a Klebersberg központ, meg nem tudom. Tehát ezeken keresztül ö, szerintem tök extrém az is, amit a tankönyvpiacon csinálnak, szerintem ez jó, hogy kiemelik. Következő, azonnal rendezni fogjuk a megalázó áporói béreket, megoldást kínálunk az elfogadhatatlanul hosszú várólistákra, és a több száz betöltetten vidéki házi és fogorvosi praxis kérdésére. Hát ez is egy érdekes dolog, ugye, mert itt nálunk is ez komoly gond. Tehát, hogy helyenként hónapokat kell várni mondjuk bármilyen vizsgálat elvégzéséért. Tehát azt gondolom, hogy szerintem ezt jól megtalálta. Magyarország haladéktalanul csatlakozik az Európai Ügyészséghez, zéró tolerancia mindenféle korrupció kapcsán. Oké, okay, tehát ez én, én alapvetően ezt megint támogatom. Értem én, hogy ennek is lehet egy ilyen szuverenitás oldala, de szerintem pont az európai ügyészségnél, hát nem tudom. Tehát, hogy, hogy nem gondolnám, hogy mondjuk Magyarországnak káros lenne a bármilyen szinten elkezdeni a korrupciót üldözni. Jó? Tehát erről lesz ez az én véleményem. Átfogó falu rehabilitációs programot hirdetünk az élhető magyar vidékért. Tök jó. Tehát látjuk, hogy azért a falvak azért rendesen rohadnak le. <hýt> a magyar kis- és középvállalatok megerősödéséért és a magyar gazdák tisztes megélhetéséért fogunk dolgozni. Jó, hát ez egy kicsit ilyen, ilyen pufogtatás, tehát hogy értük fogunk dolgozni, hát majd megnézzük, hogy mi, mit tartalmaz ez az értük dolgozás. Megteremtjük a sok százezer külföldön dolgozó honfitársunk hazatérésének feltételeit. Ez egyébként egy érdekes kérdés, az megint már más tészta, hogy vajon hányan jönnének haza, hányan nem. Tehát, hogy, hogy vajon, vajon ez mennyire megteremthető, mennyire nem mondjuk egyáltalán gazdaságilag Magyarország mit tud ajánlani, és mit nem. Szóval ezek kapcsolatban nekem vannak szepsiseim. Plusz azt is láttam, hogy néha egyébként, amikor megteremtjük, tehát hogy ezt csinálják, akkor amúgy olyasfajta kivételezési rendszereket tudnak létrehozni, amik amúgy visszaüthetnek. Tehát, hogyha valakinek ugyanolyan a teljesítménye, mint annak, aki mondjuk Magyarországon marad, csak nem ment el, akkor szerintem nem biztos, hogy vele kivételezni kellene. Úgyhogy ezt majd megnézik, hogy. Vajon mi ez? Átfogó gyermekvédelmi reformot hajtunk végre, hogy soha ne fordulhasson elő a bicskei szörnyiségekhez hasonló rémtettek, megemeljük a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek bérét, bajjuk be, azért ezt is elég nehéz nem támogatni, tehát alapvetően azt gondolom, hogy ez rendben van. Visszaállítjuk a közmédia függetlenségét, megszüntetjük az állami propagandát, az Orbán kormány által eddig lejáratásra költött 100 milliárdokat a jövőben az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények felújítására fordítjuk, oké? Okay. Jó? Gyermekeink és unokáink jövője miatt kiemelten kezeljük a környezetünk védelmét és a klímaváltozás elleni harcot. Jó, hát ezt valljuk be, ez szerintem megint egy érdekes, annál is inkább, mert ezt azért bagatelizálják el, és hazudnak is róla mindenféléket, tehát hogy szerintem azért ez egy megint egy ilyen érdekes, érdekes kérdés. Jelentősen megemeljük és infláció követővé tesszük a családi pótlék összegét, ez egy szociális elem, biztos megélhetést biztosítunk az idősebb generáció számára, még egy szociális elem, a Tiszapárt kiáll a béke mellett, támogatja a következetes és szigorú szabályozást az illegális migrációval szemben. Jó, hát, hogyha alapvetően, ha nem úszításra épül, hanem mondjuk arra például, hogy mondjuk az embercsempészeket nem engedjük úgy ki azonnal, mint ma, vagy nem tudom, akkor végül is tulajdonképpen ez is valamennyire valljuk be, hogy, 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 hogy támogatható. Azon gondolkoztam közben meg, hogyha jobban belegondolunk, ezen azért látni a fókuszt, hogy micsoda, hogy ez egy országos fókusz, és inkább a 2026-os választásra készülnek már, nem feltétlenül csak erre hiszen ha megnézzük, akkor viszonylag kevés helyi ügy van, de olyan általános ügyek, amik helyi szinten érintenek embereket. Szerintem ez nem egy rossz stratégia. Végül is a kórházi rendszer mindenhol borzalmas, és hogyha valakinek két-három hónapot kell várni arra, hogy ellássák, akkor az mindenhol súlyos gond. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez, ez szerintem ezek az általános dolgok ezek rákerülhetnek. És hát tényleg azon gondolkoztam, hogy a jó része ugye nem európai kérdés, de ez mégis, már mint ilyen EU-s kérdés, kivétel mondjuk az európai ügyészséget, illetve a korrupciós pénzek hazahozatalát, de mégis azt gondolom, hogy, hogy mindenkit érinthet. Tehát, hogy szerintem ez önmagában egy, egy nem egy rossz stratégia. Amúgy is azt gondolom, hogy persze lehet, amit mondtam is korábban, a Tiszának egy részével egyetérteni, amit mond egy részével nem, de egyébként szerintem egyre jobban kiviláglik, hogy van mondjuk mögötte egy ilyen konzervatívabb étosz, és sok szempontból van egy ilyen szociális étosz, és ezt a kettőt keveri. Tehát azt, hogy, hogy mondjuk valamilyen szinten konzervatív és valamilyen szinten viszont szociális. És azt is gondolom, hogy ez egyébként önmagában nem egy rossz stratégia. Tehát, hogy szerintem ez egy, ez egy érdekes stratégia azért, mert ugye, ahogyan mondtam is egyszer az egyik short videóban, szerintem ez lefedi valamennyire a magyar társadalom értékkészletét. Jó? <kül> Oké. Okay. Na a következő kétfarkú kutyapárt. párt. Tőlük is kaptunk egy ilyet, az egyetlen értelmes választás. Ugye azt néztem, hogy a kutyáknál szerintem ö, szerintem van egy ilyen kicsit ilyen komplexebb üzenet, amit át akarnak vinni. Ugye, hogy a kormány hatalomtechnikája mentén egyre szomorúbb és kiszolgáltatottabb lett az ország a mai úgynevezett ellenzék pedig a rendszer fennmaradását szolgálja. Hát ez szerintem ez így ilyen formában igaz. Én legalábbis ezzel egyetértek mondjuk azt. Kicsit ilyen komplexebb, tehát hogy szerintem a, azt nem tudom, hogy mit akartak ezzel elérni, de az volt a fura nekem, hogy, hogy még nekem is kicsit ilyen, hát helyenként ilyen túl komplex. Érdemes egy picit Érdemes lett volna szerintem egy picit visszavágni, ez az én kritikám, hogy, hogy, hogy az üzenet az átmenjen, mert hogyha nekem is még egy kicsit olyan érzésem van, hogy hú, ha, itt mit, mit írnak, akkor, akkor, akkor ez bonyolult. Viszont közben azt is gondolom, hogy tehát furcsa, furcsa, de tényleg. Viszont azt is gondolom, hogy egyébként konkrétumok vannak benne. Tehát ellentétben mondjuk sok más politikai ilyen, hát kvázi akár szórólappal bármilyen vannak konkrétumok, olyan konkrétumok, hogy amióta négy évente kampánypénzt kapunk, nagy részét megpályáztatjuk magánszemélyek és civil szervezetek között a Rózsa Sándor népi kampánypénzt tékozló alap kiírásain, ugye? És akkor számokban a tények, hol tartunk 2022 óta, van 8000 passzivistájuk, több mint 400 oligarcha vagyis rendszeres havi adományozó pártolótak 197 zöld és szociális akciót szerveztek 143 rendezvényt, 376 városbejárást és helyi klubot, 906 városfelügyítés figyelemfelhívó felhívó street art akciót. Egyébként itt Bicskén helyi szinten ők az egyik legaktívabb csoport, akik minden pénteken belerakják a munkát és kimennek a piacra. Általában akkor, amikor én órát tartok, tehát ezért nem találkoztunk még a piacon. De, de egyébként én erről a fajta aktivizmusról jót gondolok, tehát ellentétben mondjuk a többi pártal ők itt helyi szinten élnek ugye felújították a buszmegállót is az egyiket, másikat is, harmadikat is, tehát most is ugye plakátoltak egy csomót, szerintem jó a plakás stratégiájuk is, hogy, hogy a, az állomás környékére rakják ki. Tehát alapvetően ők, én úgy látom, hogy helyi szinten belerakták a munkát. Vannak ilyen politikai eredményeink is, 2018-ban 1,79%-os eredménnyel, 22-ben már 3,27%, Felcsúton a fideszes Mészáros Lászlóval szemben a mi Mészáros Lászlónk 11%-ot kapott, ugye emlékeztek talán erre, stb. Hosszasan sorolják, oké. Okay. E, jó, városfelújítás, tehát hogy felújít, városfelújítanak, social club, szociális klub, e, segítősátrat működtettek a nyugati téren, Tök jó, ugye emlékszünk ezekre az akcióikra, szerintem egyébként tök jó humánus akciók voltak, amiket a kutyák csináltak, amikor segítségre volt szükség, akár a menekültek kapcsán, akár az ukrán ideérkezők kapcsán, tehát hogy szerintem ez, 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 tök jó. Növényeket ültettek, volt egy nép, van egy népfőiskolájuk, Oké, okay, és akkor kétfarkú önkormányzatok van egy utó, ilyen szekciója mondjuk a, a, a végén ennek a brosúrának Tényfeltáró, oknyomozó munka, ugye, a Kovács Gergőről írnak a 12. kerületben, aki viszonylag sok ilyen ügyet kezdeményezett. Valódi ver olyan ö, konkrét változásokat javasló csomaguk van, amely valódi versenyt vinne a magyar közbeszerzésekbe, szerintem érdekes lehet. A konnektor civil művészeti inkubátorházat és a Bakács bunkert e, e, csinálják. E, a Juhász Veronika kezdeményezésére a második kerület megszüntette a meghívásos közbeszerzéseket, felmérték a helyi hajléktalanok helyzetét, télen melegételt biztosítanak nekik. Valamint rehabilitációs program is indult. Jó. Van még kettő pont. Az egyik az okos drogpolitika. E, tehát, hogy nem divatok alapján, de hogy ők az egyetlen párt, amely évek óta következetesen képviseli álláspontját a fülegalizációról, és másik pedig ugye a világuralmi törekvések. Az ország nagyobbik része szerintük nem olyan, mint ahogy az orosz mintákból levezetett politikai viszonyokból tűnhet, hanem tök jó emberek is élnek itt, jó? Nem leszünk gyarmat. Hopp. Ugyan Ugye néha még osztogattak sört is. E, szerintem egy, egy érdekes érdekes dolog. Na most én azt mondtam ugye, hogy az összes társaságot meg fogom e, e, át fogom beszélni, aki aki, e, aki azzal megtisztelt, hogy itt e, szembe jön a szórólapja. Ugye megmondom őszintén, ez valahol ilyen vidéki viszonyokban egy szimbólumnak gondolom, mert hogyha valaki szórólapozik, az, az számomra azt mutatja, hogy belerakja a munkát abba, amit csinál. És, és és számomra ez egy, ez egy fontos, lényegi kérdés. Tehát, hogy, hogy belerakják-e, vagy csak mondjuk választások előtt pár nappal kidobnak pár plakátot, és akkor azt gondolják, hogy majd bárki fog rájuk szavazni. És szerintem ez egy, ugye itt van a, a mi hazánk képviselőjelöltje, így -ni. Ugye általában azt azért jó tudni, hogy mondjuk a mi hazánknak az akcióiról, helyi akcióiról azért nem feltétlenül gondolnék jókat. Ugye van ez a, ez a, milyen, ez a önvédelmi, nem tudom, egyesületük, vagy nem tudom, szekciójuk, mit tudom én, akik itt időről időre föl alá amikor mondjuk volt annak idején egy, 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 egy roma súlyos ilyen pszichiátriai zavarban szenvedő jó ember, aki időről időre bemászott emberekhez, lopott tőlük, meg ott bóklászott náluk, és, és idővel már azért nagyon-nagyon irritáló volt mindenki számára. Ugye a rendőrök azért nem tudták bent tartani, mert pszichiátriai beteg, a pszichiátriáról meg folyamatosan kiengedték, és aztán utána egyszer csak meghalt. És azért ebből csináltak ugye annak idején egy ilyen, ilyen sajátságos szerintem erősen úszító jellegű ilyen kampányt, hogy hát itt milyen állapotok vannak Bicskén, miközben nagyjából egyébként mindenki tudja, hogy ez nem állapotok, és nem a romák és az, az állapotok kérdése, hanem arról van szó, hogy nagyjából egy, egy ember, egy ember az, akivel súlyos gondok voltak. Tehát, hogy ezzel általában nekem lennének gondjaim, de hát azt is látom, hogy egyébként egyébként azért, azért akár jöhetnek értelmes felvetések ebből az irányból is, jó? <coughs> Na most az első pont, biztonságos jövőt teremtünk gyermekeinknek és családjainknak. Szóval, ha megnézzük, ez egy ilyen viszonylag általános ugye, felvetés. Jó, ez érdekes, hogy mit értünk biztonságos jövő alatt. Hát szerintem érdemes lett volna konkretizálni valamilyen szinten. Hogyan, hogyan teremtik ezt meg? Tehát, mit értünk biztonság alatt? Anyagit, közbiztonságot, bármit, oké. Okay. Lakott külterületeket belterületén nyilvánítjuk. Ugye itt is vannak ilyen régiók egyébként, ami, ahol ez komoly gondként fölmerül. Tehát, hogy, hogy hát igen, hogy, hogy sokan külterületen laknak, Szőlőhegyen, stb. Nem tudom, ezzel kapcsolatban nekem mindig vannak uh, szkepsziseim, de, de, de én megértem egyébként, hogy miért mondják ezt, hiszen hát ott is laknak emberek, oké. Más azt mondanám, hogy nem kell oda költözni, oké, de erre meg azt lehet mondani, hogy nem véletlenül költöztek oda, azért ennek elég komoly anyagi megfontolásai vannak, jó. Közterületeket, utakat, járdákat rendbe tesszük, tök jó, talán emlékeztek rá Németország előtt, mielőtt elmentem, akkorát estem itt az egyik járdán, hogy ihaj, a lábam össze-vissza mindenhogyan volt, vagy másfél hónapig ott kuráltam, meg nem tudom, tényleg így bedagadt és rá, rá pár nappal utaztam. És, és az amiatt történt, mert katasztrofális állapotban volt a járda. Tehát a két farkóak lefestették az egyik ilyen buszmegállót, néztem a buszmegállót, és mentem a járdán, és az a járda egy része be volt szakadva, és így én is beszakadtam. Jó? Tehát ez szerintem, szerintem Bicskére is nagyon-nagyon ráférne. Külterületeken élő gyermekeknek iskolabuszt biztosítunk. Érdekes, érdekes, hogy mi a mi itt a, a, a a, célcsoport, vagy hogy mennyi ember lakik külterületeken, és mennyi gyerek. Ezt ehhez kellene jobban tudni. De szerintem ez egy ilyen célzott helyi program, mármint úgy értem, hogy programpont, Szerintem, szerintem érdekes. Tehát, hogy azért szeretem az ilyen felvetéseket, mert azt mutatja, hogy valaki gondolkozik, végig gondolta a helyi igényeket, és megpróbál rá válaszolni. Érdekes. Bevezetjük a nemzeti napot júliusban, programok, kézműves vásár, koncertek kicsiknek és nagyoknak. Jó, hát azért ez egy kicsit olyan, hogy eddig is volt, tehát ez a, 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 a bicsként, tehát valami hasonló, az nem nemzeti nap, hanem mondjuk bicsked, de, de attól még, attól még oké. Okay de egyébként ezek a közösségi programok, ezek, ezek, hasznosak tudnak lenni. Valószínűleg jobban ülnék neki a tartalomat, meg, hogy mit szeretnének elérni, hogy milyen fajta közösségi programokat. Nyílt, őszinte kommunikációt foganatosítunk a lakosság felé, ez szerintem tökre rendben van, hát jelenleg nincs is nagyon kommunikáció, nem? Tehát itt helyi szinten az a vicces, azon gondolkoztam, hogy bizonyos értelemben még a Fidesz is megszűnik egyébként az országban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ellenzék nem csinál semmit, akkor azért vidéken a Fidesz sem csinál nagyjából semmit, mert az azért egy nagy semmi, hogy mondjuk nagy ritkán eljövök, lefotózkodok és megyek tovább, ugye? Illetve most a választások előtt a Mészáros is valamit itt adakozott, Bicskén is, oké. Okay. Tehát, hogy nehogy, nehogy mégis. És megerősítjük a közbiztonságot és a rendet, az egy érdekes kérdés megint, hogy hogyan erősítjük meg, jó? Tehát, hogy egy picit ilyen több konkrétum talán ezen elfélt volna. De egyébként, ha megnézzük végül is ezek, ez a, a fajta ilyen kompromisszumos kampány, amivel azért valljuk be, akár szereti valaki a mi hazánkot, akár nem tulajdonképpen egyet lehet érteni. Azt is látjuk, hogy ezek ilyen részben generális, vagy ilyen, hát igen, ilyen országos ügyek, tehát közbiztonság, rend, jövő a gyerekeknek, család, családoknak, stb. Tehát részben ilyen országos ügyek, de ugyanakkor, minthogyha lenne egy-egy olyan, ami, ami talán kicsit ilyen helyi ügy is, mondjuk ez a külterületek, ez, ez ilyen. Jó, tehát ez egy ilyen keverék. Ez szerintem érdekes. Tehát alapvetően érdekes, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az, hogy mondjuk tényleg kampányolnak, meg van, van szórólapjuk, meg bedobják, meg ilyenek, az, az dicséretes. Na most ugye azért is akartam ezt a videót elkészíteni, mert arra akartam felhívni a figyelmet, és ez végső soron lehet azért egy kompro, egy, egy konklúzió, hogy ezek azok a pártok gyerekek, akikből valamit lehet látni. Látom, hogy a két körbe körbeplakátolták, oké, okay, Valamilyen szinten még van egy darab momentumos helyi fiú, akiből látsz valamit, mert van egy-egy plakátja, nem túl sok, de egyébként belerakta a munkát, hogy kirakja, és van, mint én, Facebookja, oké, okay, hát nem biztos, hogy a leghatékonyabb, de hogy még valamennyit látsz belőle. És ugye az az érdekes, hogy a hagyományos ellenzéki pártokból, akiknek itt a politikát kéne csinálni, semmi nincs. Jó, tehát helyi szinten gyakorlatilag semmi nincs, ez, ez nagyjából így nulla. Jó? Egyáltalán nem sikerül megszervezni őket. És akikből látsz az ez a csapat, tehát hogy mit tudom én, amikor mondjuk tényleg kirobbant a pedofil ugye akkor, akkor a mi hazánk szervezett ö, ö, tüntetést ö, ö, gyakorlatilag a piacon a két farkúak vannak ott, oké, okay, illetve hát ugye a, a, a Tiszapárt tartott itt rendezvényt, ami, amit ö, ugye itt meg is hoztottam a rezervátumon. Tehát nagyjából így állunk, így állunk, és akkor ezt lehet mondani, hogy hát akkor nézzük meg, hogy kirakja, kirakja bele a munkát ebbe a politika nevi dologba. Kik azok, akik megpróbálják megszorítani a helyi lakosságot? Én azt gondolom, hogy azért jó lenne, hogyha elmozdulnánk oda, hogy, hogy egyre több ilyesfajta szervezet van, tehát azért is akartam bemutatni, a legközelebbi választásnál kapok még több szórólapot, akkor bár, bárkit bemutatok, esküszöm még a Fidesz szórólapját is megmutatnám nektek. Mm, ők nem ebben, nem ebben vonulnak, nyomulnak, hanem abban, hogy 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 Fidesz egyenlő béke, tehát nagy, nagyjából ez a helyi önkormányzati szinten is az izene, tehát hogy semmi egyéb, meg tényleg a... a az európai parlamenti választásnál is nagyjából ez az üzenet, oké? Okay. De, tehát, hogy azt is bemutatnám egyébként, maximum megkritizálnám, hogy mi van rajta, de egyébként a többi párt részéről viszont egy nagy, nagy vákumban. És erre lehet azt mondani, hogy, hogy, hát, hogy milyenek az emberek, meg nem érdekli őket, meg minden. Én nem hiszem, hogy nem érdekli őket. Szerintem nem is igazán. Si sikerül mondjuk megpróbálni megszólítani őket. Tehát szerintem ez az elsődleges probléma, és hogyha sikerülne megszólítani, akkor utána már utána már lehet, hogy egy kicsit beljebb lennénk. Jó? <kül> Oké. Okay. A másik fele, hogy menjetek el ö, választani, ezzel tulajdonképpen lezárul akkor ez a fajta kampány is. Menjetek el szavazni, és ö, és szavazatok arra, akire szeretnétek, és akkor elindul egy új, egy új kezdet, kíváncsi leszek, hogy azt gondolom, hogy Magyarország az azért érdekes, érdekes egy hely lesz, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk, jó? Innen folytatjuk, innen folytatjuk, szevasztok!